kísérletem nagyobbik hányad arról fog szólni, hogy mennyi mindenre lehet még ezt használni. Az első, amire használni fogjuk, fogom, én egy dugóval ezt bedugom, nézzék meg, jó erősen, és várunk egy keveset, amint látják, egy pillekalakból készített rakétát lehet csinálni, a rakétának a hajtóerejét a környezet hője adta, a csöppolós nitrogén hevesen elkezdett forni, a környezettől elvett hőenergia alakult át mozgási energiára. A környezetből vett energiát hasznosítottuk a kísérleteink nagyobbik hányadában. Tehát itt van benne a csöppolós nitrogén, az alján van egy kevés, láthatják, hogy hogyan hevesen for kifelé, ledudjuk a dugót, aztán várunk egy keveset, figyeljék meg, egyszer csak fogja magát, azt mondja a csúk, és a pillanat alatt repül. Valamit eltalálták. Pont itt van, hogy mondasson be a rakétázáshoz, mindegy rakéta különböző csövetkoztáló fel ehhez a kísérlethez. Ebbe a csőbe fogom betenni a pillanatot. Ha megengedett, már én tartom. Erősen bedugom a száját a gumitukorról, és pár másodperc múlva, akinek nincs biztosítása, meneküljön. Nekem nincs. Lehet visszaszámolni, minden találjuk el. És egy vékonyabb deszkát használok, amint látják, és ahhoz, hogy a két deszk egész közel kerüljön egymáshoz, fogunk használni egy asztalos szorítót. Illetve nem is egyet, hanem sokkal többet, mert volt már arra precedens, hogy az asztalos szorító húzta rövidebbet. A helyzet az, hogy a pillepalackokat, hogyha megfigyelik, akkor mindegyik polietilén teleftalákból készül, legalábbis azok, amelyek légnyomásállóak. Ez a polietilén teleftalák, ez egy viszonylag könnyedén hasznosítható dolog lenne, csak össze kéne szedni, megfelelő módon kezelni, és úgy ezen a részen itt elől, a kupakot áthúztam, és beleszereltem egy gépjárműnek a szeletét. Ezen keresztül föl fogjuk tudni pumpálni. Falackot. Közben igyekszem, hogy ellenőrizd a légnyomást is. Azt lehet tudni, hogy egy pillanat alatt körülbelül 5 légköri nyomás környékén szokott eldurrani. De inkább több is lehet. Figyeljék meg, hogy a pillanatpalack egyre nagyobb és nagyobb helyet csinál magának. Azért nem sietek, mert a deszka az lassan fárad. Hagyni kell neki egy kis időt a fáradásra. Ha nagyon hirtelen fújnánk föl, akkor irgalmatlan nagyobb durrannak. Hölgyeim és uraim, a fizika, akinek szólaltak, nézzék meg az a palack, amit eldobnak, az ilyet képes. A következőben megint csak két palack lesz a főszereplő, az összes emberek itt fog rajta állni, mindent szépen föl fogom emelni egyszerre. Tessenek ráállni, mind a hányan. Nézd abba a helyzet, hogy nem először mutatom be a kísérletet. Álljanak csak föl mind a hányan. Az egyik oldalon, ahogy látják, elvegyülben van. Ez a kísérlet tulajdonképpen arra is megtenik minket, hogy miközben az ember fölpumpálják a fiát, az autó föl is emeli. Egyre följebb és följebb kell a másik vége, egyre habilisabb, ide kapaszkodhatnak belőle. És mind a két vége levegőben van, amit látják, két pillanat alatt, és ember a jobb kezemben emeltem fel a hulakat. Önéké a kap!
ez a fizikáit. Helyzetbe szépen belemelem, és így fölhúzom. Akkor ezzel a mozdulattal, nézzék meg, néhány erőteljes mozdulat után, a lapasztéken ide tesszük, néhány erőteljes mozdulat után, amit látják, elkezd füstölni, és ha tovább sokáig csinálnám, akár meg is gyújthatnám, de mivel nem akarom önöket tanítani azt, hogy a munkát hogyan lehet hővé alakítani. Arra már láttak kísérletet, hogy hogyan lehet a hőt munkával alakítani, minden egyes nitrogén rakéta így működő. Kimasszak a száját, a dugó zárja el. Tehát a nitrogén, illetve a nitrogénnek a tőzet, csak a gyakorlatilag tudjuk kijönni a alapból. Nézzük meg, hogy készíti a nitrogén szökőt. Ja, tűz! Tűz volt! Halleluja! Ide is! Ide le! Lefagyott a cső! És ezzel fogok majd egy kísérletet végezni. De ez szükségem lesz egy edényvízre. És nem nitrogént töltök a hungarocsa legénybe, hanem vízet. Le kell fedni. Lepárolj, amíg a sörös dobozba felforr a víz. A következő fog történni. Amit látom, hogy tőzölög a sörösdoboznak a kivezető nyílása, akkor már tudom, hogy levegő már nincsen a sörösdobozban. Mert a gőz kiszorította a levegőt. Ezt meg kell most várni. Benne forma víz, minden levegő kiszorul belőle. Fogom a sörösdobozt, és hideg vízbe bele fogod nyomni. Figyeljük, hogy mi lesz az eredménye. Zsugorodott, összeroppant, pedig nem én nyomtam össze, hanem a légvonás. Oda bent a dobozba, csak gőzről, hát nem volt levegő. Amikor hirtelen lehűtöttem a dobozt, benne a gőz lecsapódott, vákum keretkezett, még ritt a fél, és a külső légvonás összeroppantotta a dobozt. Sajnálom otthon, nagyon egyszerű, könnyen elvégezhető kísérlet, mutassák be az ismerőseiket is. Számítani, hogy ezt a pillepalat tettek el a magadban, és le fogom húzni az aljára. Most még nem történik semmi, hiszen a pillepalatban csak levegő van. Viszont most a pillepalatban fogunk tenni egy kis nyakorlót nyitogatni. Úgyhogy én a testemet nyitogatni az állók, így. Szépen lehúzzuk az aljára, és mivel tudom, hogy hova akarok nyitni. Hájták, hogy milyen messzire kell menni ettől. Közi helyzet fokozódik, bent egyre növekszik a nyomás, és ezt csak azt tudja mondani, hogy... Csak eszük lehetetlen. A kuki viszont nagyon felhívható volt, egyedül van. Csak ez az edénybe nem fér bele. Mit kell csinálni, hogy a kuki beleférjen ebbe az edénybe? Ne kell hűteni, ha benne az edény levegőt. Tudjuk, hogy a szilárd testeknek a hőtávolása jóval kisebb értékű, mint a gázoké. Most a benne levő levegőt le fogom hűteni nitrogénnel, poétor nitrogénnel. Nézzük meg, hogy hogyan is történik ez. Tehát az a feladat, hogy a hűti belejönnél ebbe a nála sokkal kisebb szájú edénybe. Hungarocsa edénybe. Ja, azt hiszem, hogy már megindult a folyamat. Megy összefele a hűti. Mondani, hogy már alig van benne a levegő, pedig biztos van, csak nagyon összére össze a húzódott. A lufi benne van az egyőnben. Megtalálták, hogy csalás van benne, hiszen kimutathatott a lufi, kimutasztottam, és emiatt kijött benne a levegő. De nem így van teljesen, nézzük meg, hogy lengetem egy kicsit, újra felmelegítem a lufiba a levegőt, a lufi egyre nő, és egyre nagyobb lesz, hogy végül eléri azt az állapotát, ahonnan kiindultunk. Ez a lépés, hogyha fogom, meggyújtom, akkor a saját alakját visszanyeri a belőhatás megszűnte után, erre mondják a lépésbőre, ilyen állapotra azt szokták mondani, hogy ez rugalmas. Abban az esetben, hogy ezt lehűszik, igen, tehát lehűszik csökkenős nitrogénnel, akkor olyan igen érdekes dolgot fogunk tapasztalni. Nézzék meg, ott van benne a cseppfolyós nitrogénben a légzőm. Ez a helyzet, hogy nekem mindegy, hogy nitrogénben moson meg a látomot, vagy vízbe.
fizika tanárok már csak nőjenek nekünk, hogy mi mindent kibírjuk, még azt is, hogyha kritizálnak. Nézzék meg, ezek után az a lépjön pedig a legjobb darabok egy eltörhető. Minden csak ezért van, mert a alacsony hőmérsékleten megváltoztatja a viselkedését a lépjön. Ha visszamelegítjük, akkor a dolapja pontosan, hogy az a viselkedés ugyanolyan lesz. Aki fizikórára lehet és hallotta azt a fogalmat, hogy állapot határozó, de most a hőmérsékletről, mint állapot határozóról látunk egy egyszerű kísérletet. Azt látták, hogy a cseppős nitrogén, miközben forr, nagyon sok gáz keletkezik belőle. Ezt a nagyon sok gáz felhasználhatjuk arra, hogy küldje föl nekünk a léggömböt. Tehát fogom itt a léggömböt a tölcsérrel, úgy fogom a tölcsét rátenni, hogy oldalvás ki tudjon azért jönni a cseppős nitrogénnek a gőze, hogy bele tudjon menni a cseppős nitrogén. Nem kell sok nitrogén, ebbe csak egy kevés. Amikor ez belement, akkor itt van a cseppős nitrogén a léggömb alján, ezt onnan látjuk, hogy már itt is füstölött, a levegőnek a páratartalma rövid időből kifog, ezek után megrázzuk a léggömböt, és akkor át tudunk vele durrantani, amikor át léggömbben nem. A kísérlet érthető, hiszen a léggömb nem tudott szabadon tágulni, az oda tágulás miatt a nyomás elkezdett növekedni, ez a nagy nyomás különbség lényegesen nagyobb, mint amikor a léggömb eldurran. De legyen mindenki tisztára az eszközökkel, ez egy propán-bután gáz alatt, ha végig tapogat valaki a csövön, akkor megtalálja a gázégőt. A gázégő az, amely nagyon előteljesen forrásban tartja a hordóban található vizet. Na most a tennivalónk csak annyi, hogy először is veszünk egy salgot. A sorozat az lesz a szerepe, hogy a rajta kiáramló hideg vízzel fogjuk fűteni. Elzárom a gáz, így, bezárjuk a hordót, így, és most már csak annyit kell tennünk, hogy lehűtjük a hordót vízzel. A víz fűtése úgy fog történni, nézzék meg, tehát nem mennyiséggel, nem adom itt a hordót vízzel, hanem csak szerekteted rá. Az a helyzet, hogyha valakinek van hangulata otthon elalvás előtt, számolja ki mekkora légnyomás különbségből adódó erő, amely ezen a hordón most dolgozik. A hordó az úgy látszik, hogy mégiscsak gyöngyödünk a légnyomás által kifejtett erő. Tegnap ilyet szerettünk volna önöknek mutatni, de szerintem aki itt volt tegnap, tárgyaltuk ezzel a apróságban. Nézzék meg, a légnyomás körülbelül azt lehet mondani, hogy az eredeti térfogatának egy negyedénél kisebbre összemutat. Ha lehűlt, hogy a térfogatot is körbe lehet járni, látni tudják, hogy ez nem játék ez. Hogy ez körülbelül 22 darab zsigulinak, a súlyának megfelelő erőben nyomta össze a légnyomást. Tehát ezt a kísérletet, még most is húzódik össze, ezt a kísérletet, ha jól csináljuk, esélytelen a hordó. Tehát ha olyasmi nem kerül bele, hogy mondjuk van egy repedés a hordón, ha be tud kerülni a levegő, vagy nem vagyunk túl türelmetlenek és nem foglaljuk ki a levegőt, akkor egész biztosan a hordó ebben az állapotban végzik. Másik oldala is egészen össze vannak oldalra, tehát nem csak előről, hanem oldalról is be van. Ha kinyitjuk, akkor még ennyi levegő kellett ahhoz, hogy kiegyensúlyozzuk a légnyomást. Másfél milliméteres az acélhordónak a falvastagsága. Amit ha megnéznek, akkor nézzék meg, hogy ezt a másfél milliméteres anyagot dupla vastagon, ilyen kis lábúzba hajtotta meg, mindezt a légnyomást tette. Vajon milyen a magyarázata, hogy nem érzek respirációnak hidegot? Ez az úgynevezett Leidenfrost jelenség. A következő képen működik. Amikor akár a padlóra öntünk a nitrogént, akár a kezemre, akkor a golyók formájában szétvit és nagyon rövid alatt elpárol.
a pára, körbeveszi ezeket a nitrogén cseppeket, és a párának nagyon jó a hőszigetelő képessége, ezért maga a folyadék nem jön hozzá a kezemhez, csak a páráján keresztül. Ezért nem érzem a nagy hideget. Mire a vízbe londolni fog a rakéta, akkor már nem lesz benne nitrogén, tehát a fűtőzőket nem fogja zavarni. Hevesen fog, egy gumitugóra erősen berúgom. Figyelj! Visszaszállom! 2-1! Tartok egy cserébát neki. Ez mutat? Ez mutat. Ezt a cserébát elhelyezik ebbe a főbe. Mindenki láthatja, hogy minden pedig lepakoljuk az asztalhoz, amennyire te szeretik, nem kell neki. Itt az asztal másik végén található kettő darab deszka. Ide van szólik az asztalú szólítővel, ezeket a deszkákat fogjuk precízen becélódni. Na, hogy tetszik? Ígérben tudjuk, ha nem csinálod meg ezt a kísérletet. Nézd ide, ide van írva, hogy széndioxidban oltó. Aha. Tehát a széndioxid gáz van benne, egy része gáz, egy része folyadék. A széndioxid felekben, hogyha 22 Celsius fok van, akkor a vízike törvényei úgy intézkednek, hogy éppen 63,5 atmoszféra nyomás van. Hát valószínűleg kicsit a meleget van, ennek köszönhetően minden bizonyra minden meleget egy kicsit, ezért nagyobb is lesz a nyomás. Megnyomjuk ezt a palackot, kiengedjük a gázt, abban az irányban nincsen senki, csak a talban ilyen szerencsétlen béka. Amint látják, hát egy kettős lyuk van, most tanítom, nem egy kicsit odébredjük, megismételjük a kísérletet. Bátran vehetünk 3 méter deszkát is, ennek megfelelően. Lerögzítjük az összes kapot, és most már csak el kell fogni. Úrban. No, elkapjuk. 3-1. Utána már az ezeren szíti az ezer. Most, hölgyeim és uram, jöjjenek ide, nézzék meg. Átjött az esztán és tűhegyes a felügyel. És ez egy kutyaközönséges HB-s felügyel. Ilyennel írnak, hogy akkor tapogassanak már. Veszi az ember ezt a hitvány madzagot, átveti a kezén, látják, hogy jöjjön ide a hüvelykújjához, és ezt a másik madzagot a mutató ujjamra úgy fogom föltekerni 3-szor vagy 4-szer, hogy a mutató ujjamra úgy rögzítettem itt a madzagot, hogy meg se lehet mozdítani. Na, akkor ezek után ezt a madzagot elhagyjuk, visszaveszünk a régit. Na, itt jön a lényeg, aki ért a fizikában a vektoroknak a lélektanához. Tudják, a vektorok azok a csúnya dolgok, amitől nem szeretnek a gyerekek, még rosszat álmodnak tőlük. Tehát az a lényeg, hogy itt van egy madzag, amely 1, 2, 3, 4 madzagért keletkezik egy pontban, keresztezi egymást. Ebben a pontban fog a madzagunk biztosan elszakadni. Meg lehet többféleképpen húzni, ha úgy húzom meg, ahogy fogom majd, lassan, akkor látják, hogy a madzag a madzagon megcsúszik. Ez fogja egyrészt elvásni a madzagot, a másik, ha megnézik, nézzük meg, milyen kicsi nyíven görbül a madzag. Ez a másik titka. Ha van, lenne most például bőrkesztyű, akkor meg lehetne mutatni, hogy a 1,5 milliméteres betonkötőző húddal is engedelmesen elszakad. A másik kezemre úgy tekerem fel a madzagot, hogy kétszer áttekerem rajtam, és a kétszer áttekerés után húzhatnám, de akkor csak fájna. Én meg fogom rántani, mert a rántással könnyedén el lehet szakítani a madzagot így. Thank you.
Ebben a hordóban 200 liternyi víz van. 200 liternyi víz alján a hordónak a közepén található egy hordó, ami keresztül le lehet majd húzni egy palackot. Itt van a palack, amelyiket meg fogjuk húzni. Ennek a palacknak a rögzítésének fogom ezt az elég gazdagot használni. Azt, hogy megvan ennek a munkavégző képessége, abban pedig majd most fogjuk tenni. A palacban benne van egy elfolyós nitrogén, én ezt most megvárom. Egy dolgot nem szabad kapkodni, tudják? Egy tudom, hogy nagyon szólni, hiszen vízzel le van gyorsva. Lehet, hogy nem.